Szépen napot, ne haragudjon! Hadd kérdezzük meg, egy állítólagos kormány óvóhely után érdeklődünk, ami valahol itt van, elvileg a budai vár alatt. Hallott esetleg erről valami? Nem, nem. Hát annyi mindent mondanak, ha mondjuk egy kicsi igazság van benne, biztos van benne, mert nem zörög a halasz, ha nem fél a szél. A vár, a gombról tele van ilyen. Ez valamikor a Borti testőrség lakhelye. Innen alagult itt a várban, de már megcsinálom. Hadd kérdezzem meg, ön itt a környéken lakik? Igen. Volna egy kérdésünk, itt a Várhegy gyomrában lévő állítólagos atombunkert vagy kormányóvóhelyet próbálunk megtalálni. Erről esetleg nem hallottak valamit? Jöjjön, megmutatom. Van itt egy úriember, aki fiatal korában a Várhegyen nőtt fel. Neki azért már van némileg bővebb tapasztalata ezzel az objektummal. Mi is volt az, amit önnek az édesapja mondott kisgyerek korában? Hát azt mondta édesapám, hogy itt a téren, a hídnál, hogyha lejövünk játszani, itt van egy ilyen bejárat, hogyha esetleg odagurul a labda, akkor ott gyorsan hozzuk el, mert ő azt mondta, hogy ott katonai őrök állnak bent, és hát én már egész kisgyerekkorom óta tudtam, hogy ez ott valami katonai terület, ott az ajtó mögött ilyen fontos dolgok vannak, és hát a kíváncsiságunkat is felkeltette, úgyhogy volt, hogy este lejöttünk, talán ki is szöktünk az ágyból, hogy megnézzük este itt, hogy mi történik, és láttuk, hogy itt egy nagy katonai teherautóról pakolnak le. Megpróbáltunk benézni az alagútba, de teljesen le volt sötétítve, ott is volt jövés, menés, mozgás, és az volt a nagy probléma, hogy egy reflektor világított kifelé szemben, nem nagyon láttuk, hogy mi történik benne, de borzasztó izgalmas volt, hogy itt valami van, hát és azóta is bennünk van, hogy itt valamilyen fontos katonai létesítmény lehetett. A rendszerváltás után több mint 20 évvel még mindig viszonylagos rendszerességgel kerülnek napvilágra olyan helyszínek, amiket a paranoid hidegháború szellemiségben húztak fel, és egykor szigorúan titkos objektumok voltak. Ezek közé tartoznak az úgynevezett védett vezetési pontok. Ezekből viszonylag sok van, minden budapesti kerületben, illetve minden megyében volt egy-egy vezetési pont, és szükség esetén egy viszonylag szűk kör ezekből irányította volna az országot. Az a vezetési pont, ahova most fogunk bemenni, ez a budai Várhegy gyomrában található, és ez több szempontból is különleges. Egyrészt azért, mert a hidegháborús építési óvóhelyekkel szemben ezt nem csak gyakorlatok alkalmával használták, hanem élesben is bizonyított. Budapest II. Világháborús ostroma során ugyanis a város német-magyar védelmének a vezetése itt helyezkedett el. Illetve ez nem csak egy szimpla vezetési pont volt, hanem az 50-es, 60-as években gyakorlatilag az ország kormányóvóhelye volt, szükség esetén az MSZMP politikai bizottságának a tagjai védte volna. Mielőtt bemennénk egyáltalán az objektumba, nem árt, hogyha tudatjuk a külvilággal, hogy itt vagyunk benne, és akkor esetleg nem zárnak be minket. A 20. század elején a légibombázás még csak gyerekcipőben járt, és az igazi szakemberek közül is sokan ilyeneket nyilatkozgattak a jövő esetleges légiháborúiról, hogy az, hogy a jövőben légicsatákra kerülhessen a sor, teljes mértékben fantázia szülte látomás marad. Ennek ellenére viszont a katonai repülőgépek terén egy robbanásszerű fejlődés ment végbe, és a II. Világháború idejére már bőven készen álltak a nehéz bombázó repülőgépek. Ezek akár 3000 kilométeres hatótávolsággal is tudtak dolgozni, és jellemzően 2-3 tonna bombát vittek magukkal egy-egy bevetésre. Ilyen hatalmas 20-25 méteres gépekből egyszerre egy kötelékben akár 100 darab is képes volt támadni egy célpontot. Ez a fejlődés hívta életre igazából a légoltalomnak a világát,
azaz a tulajdonképpeni harc nélküli védekezést. Ezen belül pedig az egyik módszer az óvóhely építés. És itt Magyarországon a két háború között egyértelmű volt, hogy kizárólag a légoltalmi világot tudjuk fejleszteni, nem pedig a légierőnket, ugyanis az egész egyszerűen meg volt tiltva számunkra a trianoni szerződés keretein belül. A második világháború idejére már itt Magyarországon is ezer számra kiépültek az óvóhelyek. Ezeknek az erőssége viszont borzasztó komoly szórás mutatott. Az óvóhelyeknek a legtöbbje az egy kis szükségóvóhely volt, gyakorlatilag nem több, mint egy fedett futóárok. Azonban rengeteg komolyabb védőképességű üzemi óvóhely, vagy éppen lakossági tömegóvóhely készült. A legkomolyabb, legerősebb objektumok viszont természetesen az akkori felső vezetésnek épültek ki. A Budai Várhegyet történelme során rengeteg komolyabb városostrom érte, és a Várhegy még a 20. században is kimaradt ehhez a háborús múltjához. A II. Világháború idején az ország egyik legkomolyabb óvóhelye itt épült ki a Várhegy gyomrában, és itt az óvóhelynek a hivatalos leírása szerint összesen 28 irodából tudták irányítani szükség esetén az ország védekezését. Ennek az objektumnak az építése 1936-ban kezdődött el, és ahogy egyre közelebb ért a háború, ez természetesen gyorsította az építkezést. 42-re készen is állt már a teljes létesítmény, és mivel az alagúttal volt összeköttetésben, roppant meglepő módon alagút óvóhelynek nevezték ekkoriban. Az óvóhely már ekkor 1942-ben összeköttetésben volt számos a Várhegy tetején található kormányzati épülettel. Gyakorlatilag percek alatt le lehetett ide jutni a királyi palotából, vagy éppen a dísztérről, az akkori külügyminisztériumból, illetve a Sándor palotából úgy szintén. És Budapest, illetve Magyarország életének számos nagyon komoly meghatározó eseménye zajlott itt. Horthy Miklós 44. október 15-i rádióbeszéde proklamációja után például egy német század ennek az objektumnak egy függőleges járatán tudta megközelíteni a Honvédelmi Minisztériumot, ahol is a koronaőrséggel nagyon komoly tűzharcba keveredtek. Később szintén ennek az objektumnak a vészkijáratain, titkos alagutain keresztül mentették ki a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának egy részét, a Várhegy, illetve a Budai Várnak a különböző megmaradt műkincseit. Azonban mégis Budapest ostromakor következett el ennek az objektumnak az igazi kulcs szerepe, ugyanis Budapest ostromakor a német-magyar hadvezetés, a város védelmének a vezetése itt helyezkedett el ebben a létesítményben. Az ostromot német-magyar részről a roppant államos nevű Karl Pfeffer Wildenbruch nevezető úriember vezette, és róla azt tartják egyébként, hogy Budapest ostroma során egyetlen egy percre sem hagyta el ezt az óvóhelyet. A város ostromáról tudni kell, hogy ez a II. Világháború történelmének az egyik legbrutálisabb város ostroma volt, több mint 100 napig tartott, és Budapest csaknem 50 napig teljes bekerítésben harcolt. Az ostrom legbrutálisabb része 1945. január 18-ától következett el, amikor is már csak a budai oldalon folytak a harcok a pesti oldal kiürítése után, és a védelem vezetője Pfeffer Wildenbruch 45. február 11-én döntött úgy, hogy Hitler szigorú tiltása ellenére a védelem egy kitörést kísérel meg, hogy megpróbálják elérni a Págy térségében lévő Budapesttől körülbelül 30 km nyugatra állomásozó német vonalakat. 45. február 11-én este 6 órakor adták le az utolsó rádióüzenetet Budapestről, amely a következőképpen hangzott. Élelmiszerünket felhasználtuk, az utolsó töltény a csőre töltve. Budapest védői választhatunk a kapituláció vagy a harc nélküli lemészárlás között. Az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel együtt offenzív módon új harci és ellátási bázist keresek. Február 11-én a sötétedés beálltával kitörök. Kérek felvételt Szomor Mária Halom térségében. Ahogy a kitérésről szóló rádióüzenetet este 6 óra magasságában leadták, rögtön utána összetörték az összes rádiót, amit itt volt ebben a vezetési pontban, nehogy Hitler újra megtilthassa a kitörést a védőknek.
Este 8 órakor kezdetét is vette a kitörés, és ezzel Budapest történelmének az egyik legbrutálisabb vérfürdője kezdődött meg, elsősorban a mai Szilágyi Erzsébet, Fasor és a Szénatér között, itt valóságos hullahegyek hevertek. Miután megtörtént az úgynevezett felszabadítás, egészen 1949-ig nem igazán használták ezt az objektumot, a szovjetek ugyan számba vették, de különösebben nem foglalkoztak vele, és csak 49-ben született döntés arról, hogy a legfelsőbb vezetésnek egy esetleges atomháború esetére is meg kell teremteni a körülményeket az ország biztonságos irányítására. 1950 és 52 között egyrészt komoly rekonstrukciókat hajtottak végre, másrészt egy komoly bővítést is elvégeztek. Az objektum fő vájatának a méretét 80 méterről 120 méterre bővítették, illetve a Sándor palotához vezető egykori folyosót is ekkor zárták le. Az objektumnak a hivatalos iratai szerint ezt a bővítést rabokkal hajtották végre, ami egy visszatérő elem a hasonló létesítmények körében. Erre mondjuk messze nem mernék fogadni, hiszen az nyilvánvaló, hogy a felső vezetésnek épített legfőbb vezetési pontot természetesen nem igazán érdemes a rendszer ellenségeire építeni. Az 1952-es rekonstrukciótól kezdődően egy ideig ez az objektum volt a hivatalos magyar kormányóhely, egy szükség esetén az MSZMP politikai bizottságának a tagjait védte volna. Igazán sokáig nem szolgált ez aktív kormányóhelyként, csak úgymond az 50-es, 60-as években. A 70-es években már második lépcsősként tartalékba került. A 70-es évektől kezdődően jó ideig csak raktározási célra használták ezt az óvóhelyet, de mégis aktív maradt, és még egészen a 21. századig megőrizte a titkos minősítését, ezt csak 2060-ban oldották fel. A mai napig gyönyörű szépen karban tartják ezt a létesítményt, viszont a jövője per pillanat teljesen bizonytalan. Az óvóhelyek esetében ugye az egyik kulcskérdés az, hogy milyen jellegű hatások ellen is védenek. A komolyabb úgynevezett minősített óvóhelyeken általában a BGS védelem valósul meg. Ez a roppant fantáziadús rövidítés annyit tesz, hogy az óvóhely rombolóbombák, gázbombák, illetve szilánkbombák ellen tökéletesen véd. Itt ennél a vezetési pontnál viszont egyértelműen igaz a klasszikus mondat, az az atomtámadás ellen is véd. Az persze más kérdés, hogy az elvileg működőképes atombiztos védelem az egy valódi, főleg Budapestet közvetlenül lévő atomcsapás esetén mit is ért volna. Az egész vezetési pontnak az alapvető elrendezése viszonylag egyszerű, az alapúttal párhuzamosan halad egy nagyobb vája, és ezt egy elválasztó, vizites elválasztó elemmel felosztották két részre. Itt találhatóak meg a vezetés számára épített irodák, illetve ehhez merőlegesen kapcsolódik egy hasonló felépítésű és hasonló szerepű vája, amely azonban némileg rövidebb. És ehhez a rendszerhez kapcsolódnak már viszonylag bonyolultabban különböző folyosók, lépcsősorok, amik a vízkiáramokhoz, a különböző gépészeti helyiségekhez, vagy éppen a garázsokhoz vezetnek. Az egykori fontos állami épületekbe vezető folyosókat az egyike van itt mögöttünk. Ezeket természetesen már vagy elég tisztességesen megfigyelés alatt tartják, vagy pedig mint az is előttünk, fixen le van zárva. Egy, ne igen mondjuk pontosan, de valahogy 1 és 3 méter közötti tömör vasbeton réteg van itt előttünk, tehát nem valószínű, hogy mondjuk valaki illetékelni ide behatoljon. Az objektumnak van egy főbejárata, illetve emellett 5 vízkijárata, ez itt az egyik közvetlenül előttünk. Minden óvóhelynek a legfontosabb gépészeti berendezése az maga a légcserélő rendszer, hiszen étel vagy éppen áram nélkül egy ideig el vannak itt a belső térben az emberek, de levegő nélkül már némileg nehezebben. Hatalmas légbeszívó csöveken keresztül elérkezik a levegő ide a belső térben, és ezt egy több lépcsős légszűrő rendszer tisztítja meg. A levegő jellemzően áthalad durva porszűrőkön, fűszűrőkön, illetve harcgázszűrőkön, és utána már csak el kell osztani a megtisztított levegőt a belső
esetében. Ezek pedig itt már a beszerelt filterek, amik megszűrik a külső térből érkező levegőt. Mivel a légszűrő rendszerben egy idő után természetesen használat közben elkoszolódtak a filterek, ezeket ki lehetett cserélni. Itt mellettünk elég szépen tisztességesen halomban állnak a friss filterek. 77-es a legkorábbi évszám, amivel találkoztunk egyelőre, de bőven vannak itt későbbi 81-es filterek például. Bármilyen meglepő, ebben a géptérben nem szovjet gyártású gépek vannak, a két agregátor ugyanis Cummins típusú, ez egy csaknem 100 éves amerikai gyár, és rengeteg tengeren túli csőrös kamionban is ilyen gyártmányú dízelmotor dolgozik, ezek is elég komoly teljesítményt tudnak leadni, motoronként 200 kW-tól. Ilyen teljesítmény mellett persze szükség van némi üzemanyagra is, összesen 35 ezer liternyi dízelolaj van készleten. Itt vagyunk most a dízelolaj tároló helyiségekben, jobbra és balra is egy-egy tartályban mellettünk. Itt van előttünk a klímához szükséges víztartály, ez 12 méter mélységű ez a tartály, és 30 köbméter, azaz 30 ezer liter vizet képes tárolni. Itt vagyunk az objektumnak az ipari víztartályainál. Összesen 4 darab 30 köbméteres tartály van, kettő mellettem, illetve kettő előttem. Ez gyakorlatilag teljesen ingóvíz minőség, úgyhogy tulajdonképpen így is lehetne belőle, bár ezt valószínűleg nem fogjuk most megejteni. Itt ebben a helyiségben összesen 110 darab akkumulátor van, szükség esetén ezekről ment volna a szükségvilágítás. Ezek a kísérők szerint 2 éve még működőképesek voltak, de ma már nem lehet bevetni őket. Itt vagyunk már a létesítménynek az egyik raktárában, műhelyében, garázsában, ahol tetszik. Ez egy ilyen kis karbantartó helyiség, illetve itt van egy csekély 300 köbméteres víztartály. Tulajdonképpen azért kuriózunk talán mindenképpen ez a helyiség, mert talán az egyetlen műhely az egész országban, ahol egyetlen cicis lányos naptár sincsen kitéve. Ezek pedig már maguk a munkahelyek, minden fontosabb hivatalnak volt itt néhány szobája. Maguk az üresen álló irodák persze kevéssé izgalmasak, de itt lehet látni igazán, hogy az óvóhely kezelői tulajdonképpen egy időkapszulában töltik a munkahelyi óráikat. Itt már az objektumnak abban a részében vagyunk, ahol elvileg a felső vezetés tartózkodott volna szükség esetén. Konkrétan ez a helyiség az előző rendszerben a pártfőtitkárnak az ideiglenes otthona lett volna. Az magyarán Kádár lett volna itt elhelyezve. A vezetőink említették korábban, hogy neki minden egyes napra pontosan ki voltak itt készítve a gyógyszerei, bár azt mondják, hogy ő maga soha nem járt itt. Ez egyébként szintén egy visszatérő elem a hasonló objektumoknál. Horthy Miklós idejében épült ki ennek az óvóhelynek az elődje. Ő állítólag szintén nem járt itt, illetve Rákosi sem járt az F4-es óvóhelyben a szabadságtér alatt, ami pedig az ő idejében épült. Ez itt a létesítménynek az egykori tárgyalóterme, ez az egyik olyan pont, ahol gyakorlatilag így vákummal vissza tud repülni az ember a történelembe. Ez a Stalin barokk stílus, ez egy-egyben megmaradt itt. Ez az egész objektumnak a legeslegfontosabb helyisége, ez az egykori harcálláspont, tehát szükséges esetén a kis kupak tanács az igazán fontos döntéseket innen hozta volna meg. Jó helyen ugye ajánlott minél hosszabb ideig kitartó technikákat alkalmazni. És itt van egy ilyen kis tábla, ahol gyönyörű szépen meg lehet nézni, hogy a nyilvántartott állami vezetők közül a legfontosabbaknak volt egy sávja, és egy pillanat alatt mindenkit lehetett értesíteni arról, hogyha az illető mondjuk vidéken tartózkodik, vagy éppen elvonult szabadságra.
Ennek a helyiségnek egyébként van egy beceneve is, az itt dolgozók csak lovagteremnek szokták nevezni. Mivel ez az objektum az ország felső vezetésének épült, itt szükség esetén nem csak hideg konzervre tettek volna az emberek, hanem viszonylag komolyabb ételeket is el tudtak volna készíteni, ez volt itt az épületnek a konyhája. Itt mondjuk per pillanat egy ellenőrzés nem lenne ajánlott, ugyanis patkány méreg bőven található itt a konyhában is, mint az egész objektumban. Sajnos a konyha nagy rész már ki van üdítve, de ezzel együtt azért maradt itt egy igazi, legkomolyabb kortörténeti dokumentum, mégpedig egy szódaautomata, ami a mai napig tökéletesen működik. 1995-től kezdődően szükség esetén ebben az objektumban helyezték volna a koronázási ékszereket, illetve magát a koronázási palástot is. Pontosan a palást részére helyezték itt el ezt a félkör alakú asztalt. Most maximum egy olyan 5-10 méterrel vagyunk a földfelszín alatt. Ez az objektum egyik legvégső sarka. És itt, hogyha bemegyünk, akkor van egy olyan helyiség, ahol lehet látni, hogy a nem karbantartott részeken elég tisztességesen tombol a korrózió, tehát itt a kis szállító gulikocsiknak a forgáspontjai, csapányai mind gyönyörű szépen be vannak rovatva. Itt már viszonylag kevesebb civilizáció van ebben a helyiségben. Itt lehet látni, hogy a helyiségnek az ajtókerete elég tisztességesen deformálódott. Van a helynek egy régi legendája, ami szerint a kitörés után itt ragadtak német katonák, amire bőven van esély, és a szovjetek miután bevonultak ide, rájuk robbantották a helyiséget, akár kézigránátokkal, akár TNT-vel, vagy bármilyen más robbanóanyaggal. Hogy ebből mennyi az igazság, azt már sajnos képtelenség kideríteni, a kísérőink is csak a hely legendájaként emlegetik ezt a sztorit, de az biztos, hogy itt valami komoly dolog történt. Felhasználjátok valahova?